Köszöntöm Önöket, ismét jelentkezik az Árt Café Fehérvár Székesfehérvár belvárosából. Közelik a Székesfehérvári királyi napok rendezvény sorozata augusztus 10-én indul. Mai adásunkban bizonyára szót ejtünk a Néptánc Fesztiválról, hiszen augusztus 11-től Fehérváron táncol a világ. Szóba kerül majd a koronázási szertartási játékok is. Ide várjuk Matóz János rendezőt, dramaturgot a koronázási szertartás játékok kapcsán, valamint Varga Gabriella színművésznőt, de ahogy azt már említettem, a Néptánc Fesztivállal kezdünk, vendégünk Juhász Zsófia, az Abrége Néptánc Egyesület elnöke. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek. Valamint itt van velünk Majoros Andor is, fesztivál igazgató. Szervusz. Szervusz, szép jó estét kívánok. Hát megkezdtük a visszaszámlálást augusztus 11-től, Fehérváron táncol majd a világ. Mindig az utolsó pillanatban derül ki az, hogy pontosan kik érkeznek ide, de az idei esztendőben a jelenállás szerint mit tudható? Bízom benne, hogy idei évben sikerült úgy bebiztosítani magunkat, mind összetételben, mind meghívott csoportok mennyiségét illetően, hogy akik elfogadták, és a mai napig is folyamatos levelezésben, finomításban, részletek igazításában, kontaktban vagyunk, az 8 külföldi csoport, 3 földrészről. Három földrészről, de lesznek majd helyi táncosok is, hiszen az egyesület is mindig megmutatja magát. Természetes, ez nekünk a legnagyobb bemutatkozási lehetőség a városban. Hát nyilván több ponton és több időpontban láthatják az együttes, de azért ilyen ennyire közel, amikor itt táncolunk a nézőközönség között, ez ugye a fesztiválnak a jellegét is adja meg. 23. alkalommal azért a szám mutatja azt, hogy ez egy nagy múltú, nagy tradíciójú rendezvény. Hát igen, ez egy szép szám, és közeledünk egy jubileumi évhez. Ezt egyébként majd megelőzi, hogy jövőre az együttes lesz 70 éves, úgyhogy ez is egy nagyon különleges alkalom, erre készülünk, de valóban 96-ban indultunk el. Akkor a táncház falai között még csak folkestek voltak, pár együttes jött el ide Fehérvárra. Botos Józsefnek volt az álma, hogy mivel az együttes annyi külföldi fesztiválra jár, mi miért ne tudnánk egy ilyet csinálni, és azt mondhatom, hogy szerintem mit csináljunk a legjobban most jelen pillanatban a világban, hiszen nagyon szívesen járnak vissza hozzánk, sőt kéreckednek is, de nyilván nekünk az a célunk, hogy mindig új arcát mutassuk meg a fesztiválnak. Vannak azért visszatérő vendégek is? Olyannyira, hogy tavalyi évben például a 2012-ben első ízben járt mallorcai csoport kéreckedett vissza, illetve tavaly a török csoport vezetője, aki itt volt, nagyon jó barátságba kerültünk, és Facebookon keresztül megkeresett, hogy ugye jöhetnek jövőre, és mondom, természetes, fölírlak a várólistára. Mi egyébként a visszajelzés, mondjuk nem csak a idejáró fesztiválozó egyesületek, meg táncosok részéről, hanem akár a közönség részéről biztos jutnak el hozzátok visszajelzések. Hát én azért azt gondolom, hogy nyilván most az elmúlt 5 évben azt tapasztaljuk, hogy tényleg azáltal is, hogy ugye a királyi napok már nem csak a Néptánc Fesztivált jelenti, hanem egy 10 napos, illetve most az idén 11 napos sorozatot, hogy ez a rendezvény, amit nagyon várnak a városban, és az eredmények is, meg a visszajelzések is, meg hát ahányan itt vannak velünk a felvonulás során, ezért azt mutatja, hogy a legkedveltebb esemény sorokba sorolhatjuk ezt a fesztivált. Van olyan elem egyébként, ami mondjuk már a kezdetek óta megvan? Gondolok itt a nyitózárógála, azért azt mondhatjuk, hogy az nagy hagyomány. Hát igen, ahogy Zsófi is említette, a kezdet-kezdetén folkestek voltak a fő csapásirányok, de a nyitó felvonulás, nyitógála, ez kezdettől fogva programelem, és az évtizedek során igyekeztünk mi is egy kicsit megújulni egy-egy újabb program elemmel, bővíteni vagy gazdagítani a programokat, és hát azt mondhatni, hogy régen ugye 8 napos volt a fesztivál, most ez a Néptánc Fesztivál, ez
ötnaposra csökkent, így hát igen, szépen ellátjuk feladattal az ideérkező csoportokat, de úgy érzem, hogy úgy mennek haza, hogy ezt nem tehernek élik meg, hanem még mindig egy táncos barát fesztiválnak tartják a miénket. A napok száma csökkent, de azért a programelemek száma meg inkább nőtt, én így látom kívülállóként. Nem, persze, nyilván, tehát nem egy küzdés ez, hogy most beszorítsuk öt napba ezt a fesztivált, de hát nyilván azt gondolom, hogy aki úgy tervezi a nyáron a szabadságát, hogy mindenképpen itthon van, az nyilván szeretné ugyanúgy a Fritzsche Richard katonazenekari fesztivált is megnézni, vagy a szertartásjátékot, a muzikaszakrát és a többi programelemet, tehát nyilván nekünk is kellett egy picit így alkalmazkodni. És még visszakanyarodok arra, hogy mennyire közönségcentrikus, mi is azok vagyunk, tehát nyilván nekünk is az a legfontosabb, hogy a hozzánk érkezők jól érezzék magukat, de azért az nem egy utolsó dolog, hogy az Alba Régia táncegyüttes utánpótlás csoportjaiba közel 400 gyerek táncolt, tehát ki lehet számolni 400 gyerek édesanyja, édesapja, meg a nagymamája, akkor már azért szépen betöltjük itt a Városház teret, de természetesen azáltal, hogy más csoportokat is hívunk, akár a megyéből, akár az országból, így ezért azt is megmutatjuk, hogy nyilván a megyei táncegyütteseknek is van helye itt Székesfehérváron. Ugye az egy ilyen kedvenc szlogán a Néptáncfesztivál kapcsán, hogy Fehérváron táncol a világ, de nem csak, hogy Fehérváron táncol a világ, hanem gyakorlatilag Fehérvár szinte minden pontján táncolnak a táncosok itt a belvárosra, ez mindenképpen igaz. Ez is egy ilyen most már néhány éve, de mégiscsak új elem. Igen, ez most tulajdonképpen összekapcsolatunk azzal, hogy mi a városunknak is egy célja, és mi a fesztiválnak is, és Bandinak volt tulajdonképpen az az ötlete, hogy tényleg nyissunk azok az otthonok felé, ahol olyan emberek élnek, akik nem tudnak bejönni ide a fesztiválra, mert nyilván vagy mozgáskorlátozottak, vagy éppen egyéb másokból kifolyólag, és hát természetesen akárhogy a médiacentrum révén nyilván a televízióban meg tudják nézni, azért az mégiscsak más, úgyhogy most azt találtuk ki, hogy elmegyünk ezekbe a szociális otthonokba, idősek otthonába, megpróbáljuk azt megmutatni, aminek egyébként mi külföldi fesztiválokon részesei vagyunk, mert ez egyébként Európában is egy nagyon trend, hogy a csoportok elmennek ezekbe az otthonokba. Ők egy kicsit jobban fel vannak készülve, de én azt gondolom, hogy ez egy próbaév, és nyilván, hogyha ezt a lehetőséget megnyitjuk, akkor jövőre más már ezek az intézmények felkészülnek arra, hogy fogadókészek legyenek technikai szempontból. És akkor így bővült a szlogán, hogy a világ hozzánk jön, a fesztivál pedig házhoz megy. Akkor egy új szlogánra is most már itt lecsaptunk. Említettétek, hogy ugye nagyon sok helyen megfordul eleve a tánc együttes. Vannak olyan gondolatok, amit mondjuk külföldön megtapasztaltatok, jó példának tűnt. Amit, hogy hozunk haza ötleteket. Igen, amit hazahoztatok. Természetes, de egyébként még egyszer mondom, visszakapcsolatok minden nagy képűség nélkül, hogy nálunk az, hogy egy tánc együttes a házigazda, ez eleve egy más szempontból közelítjük meg. Tehát mi úgy nézzük, hogy akik hozzánk jönnek táncosok, vendégeink legyünk, de a szószoros értelmében. Tehát, hogy ők tényleg otthon érezzék magukat. Ezért mi figyelünk, hogyha valaki mondjuk itt leföl járkált egy napot a tűző melegben, akkor mondjuk este egy kicsit szabadabb legyen. Tehát ez csak akkor lehet, hogyha valaki már volt ilyen helyen, és azt mondta, hogy fú, tényleg, akkor ez egy húzós fesztivál volt, mondjuk ezt így nem. De szoktunk ellesni akár színpadi megjelenéseket, mondjuk ezért ezt a megnyitót is most még elárulom a titkot, de még nem igazán találtuk, hogy mitől lehet az idén bombasztikus, de próbálunk elcsípni olyan fordulatokat, amit a fehérvári közönségnek is tetszhet. És az nagyon fontos, most itt éppen fehér pólóba öltözött fiatal táncos lányokat látok, akik szervesen hozzá tartoznak a fesztiválunkhoz, és osztogatják a szóróanyagainkat, ugyanis a táncosaink, legyen az fiatal, legyen az szenyor, vagy a felnőtt csoport tagjai, nem csak abban merül ki, hogy színpadon szerepelnek, és így járulnak hozzá a fesztivál sikeres, hanem előtte és közben bizony önkéntes munkában, a takarítástól, a promóción keresztül mindenben részt vesznek. Hiszen azért a táncfesztivál egyik nagy hátországa az önkéntesek csapata, rengeteg önkéntessel dolgoztok. Az önkéntesek, meg hát mondjuk így jól nézünk így a Bandival, de azért nem mi hát ketten szervezzük még a fesztivált. Tehát van egy kifejezetten egy szűk csapat, akik most már közel 12-en vagyunk ebben a csapatban. Elosztjuk a feladatokat egymás között, és nyilván az, hogy ezek a táncos gyerekek, ugye ha már most effektíve, ez egy olyan fesztivál, ahol nem mint résztvevő,
vevők vannak, hanem mint segítők, ők mindenképpen ott akarnak lenni a nyüzsgésben, tehát minden percét szeretnék élvezni, éppen, és ettől válik olyan családiassá ez a fesztivál. Vagy ahogy a Bandi szoktam mondani, fesztivál üzemmódba kapcsoltatok már, vagy az még majd 11-ével? Szép lassan, hogy észrevétlenül azt veszük észre, hogy 6 napig nem kell aludni annyit. No, akkor nézzük egy kicsit a programokat. Milyen eseményeket emelnétek ki? Hát mindenképpen a folk estjeink azok, amik a legnagyobb partik, hajnalig tartó bulik szoktak lenni, és a táncház épületén belül is, hol az udvar, hol a nagyterem, de hajnalig szokott a fészerben tartó népi muzsika is, a Galiba, vagy most a Tilinko együttessel. Kiemelném az augusztus 14-i Góbé zenekar fantasztikus rock and roll feelingjét. Minél többen várunk mindenkit, és természetesen gyermekprogramainktól is fog nyüzsögni a város, akár a délelőtti királyi játéktér során a Mátyás emlékműnél, vagy éppen bent a táncházba délutánonként a király gyermek játszon, ahol kimondottan táncokat tanulhatnak a kisgyermekek és a családjaik, és hát természetesen a nagy színpadon a külföldi csoportok önálló bemutatkozása, ahol egy bőfél óra 35 percben mindenki a saját kultúráját villantja meg, és itt igyekeztünk minden alkalommal, tehát 12, 13 és 14-én egy-egy magyar produkciót is színpadra tenni, így 12-én a Gödöllő Tánc Együttes, 13-án az említett Albaregi Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, gyerekcsoportjai, és 14-én pedig a Cimbali Band lesz az, aki magyar vonatkozásba gazdagítja az Icsi Színpad produkcióit. Ugye ezt említettétek, hogy a folkestekkel kezdődött 23 éve ez a csoda. A folkestek jellegzetessége az, hogy akkor valóban egy ilyen világkörüli utazáson vehetnek részt azok, akik bemennek a táncházba, hiszen mondjuk az adott népnek a táncából, zenéjéből és akár a gasztronómiájából is ízelítőt kapnak az odalátogatók. Hát a csoportoknak úgy kell elindulni, hogy tulajdonképpen mondjuk egy mexikói csapatnak sok paprikát is be kell csomagolnia, mert azt szeretnénk, hogy akik eljönnek a folkestre, tehát rendben van, megnézik a műsort, egy kicsit többet, mint egyébként, amit a színpadon láthatnak, hiszen itt minden csoportnak be kell mutatkozni, és ugye ez nem elég sem a hely, sem az idő arra, hogy mindent részletesen lássunk, de ott van lehetőség akár a tánctanítás, és valóban délelőtt folyamán Kovács György vezetésével, ami Gyuri bácsink vezetésével, ők főznek, sütnek, és ugye az esti program során egy kis kínálás van. Hoznak egyébként italokat is szoktak hozni, és természetesen olyan alapanyagokat, amit aztán itt a magyar kiegészítőkkel el tudnak készíteni. Volt ilyen emlékezetes est korábbi években számotokra, ami így megmaradt folkestek közül, vagy recept esetleg? Hát mindegyik est emlékezetes, valamelyikre nem emlékszünk, de igazából azt hiszem, hogy pont emiatt a komplexitása miatt egy csoda, hogy nem csak, hogy táncaikat, zenéket láthatják, de interaktív módon ugye be is vonják a csoportok, a közönséget, és tényleg mindig nagy siker ez a gasztronomikus kóstoltatás, amire mindig felhívjuk a csoportok figyelmét, mert kérdezik a levelezésbe, hogy hány főre gondolkodjuk. Volt egy argentin csoport, aki majdnem egy fél szarvasmarhát beírt a vásárlandó listára, de mondtuk, hogy nem jól lakatni kell, nem lakodalmat, csak egy kis ízelítőt. Igen, nem csak ez, hát nyilván azzal, hogy ennyi csoportot hívunk, ez egy felelősség is. Tehát azért itt fiatal emberekről is beszélünk, tehát ugye nyilván ez egy felnőtteknek szóló fesztivál, mint a résztvevőket illetően, de azért történnek balesetek, és ilyenkor azért forró dróton vagyunk a kórház ügyeletével, de tényleg produkál olyan helyzeteket az élet, amire mi se vagyunk így felkészülve, de hát igyekszünk helytállni. No, csoportokról beszéltünk, családi programok kapcsán ugye fontos helyszín a Mátyás emlékmű, hiszen ott is gyakorlatilag népi játékokkal, különböző kulturális hagyományokkal ismerkedhetnek meg. Igen, olyannyira, hogy egy kicsit most a Néptánc Fesztivál hétközbeni illeszkedésé, az szerencsésen hétvégére esik, így biztos, hogy szombaton és vasárnap is nyüzsögni fog a város látogatókkal, járókelőkkel, és ezért úgy gondoltuk, hogy egy kicsit felturbózzuk ezt a királyi játéktér jelentőségét, és
vasárnap, augusztus 12-én délelőttől egészen délutánig folyamatos váltásba jönnek a csoportok, és tényleg olyan ügyességi népi játékokkal fogja megismertetni a közönséget az adott csoport, amit tényleg rácsodálkoznak, hogy van ilyen, ez akárha. Én bocsáss meg, hogy beleszólok, tehát ugye az annyira különleges, hogy nálunk a táncház mozgalom révén ezek a gyerekjátékoknak a tanítás az iskolákba, akár a rendszeres táncházakba, ez annyira jelen van óvodákba, tehát millió könyv és módszertani egy rendelkezésre áll, és ez egyébként nem jellemző, tehát mi először... Nem jellemző? Nem, először Olaszországban találkoztunk egy idézőjebb a problémával, hogy nem tudtak meg, tehát tudnak gyerekdalokat, de nem tanítják, tehát nem foglalkoznak, benne van a fülükben, de azzal, hogy mondjuk így visszaidézések a gyerekeknek ezt továbbadják, ez kevésbé jellemző, úgyhogy erre abszolút büszkék lehetünk, és ha más nem, akkor nyilván erényt is kovácsolunk belőle, és azt gondolom, hogy ma már ez egyébként nem probléma, mert most, amikor elmondjuk a fesztiválon, hogy van egy ilyen, és szeretnénk, hogy tanítanak, akkor felkészülnek rá, tehát ha már más nem, akkor ilyen szempontból segítjük is őket, hogy nekik is könnyebb legyen ez otthon. És visszatérve, amit nem néhány perccel ezelőtt említettél, hogy lesünk-e el egymás fesztiváljától jó recepteket, illetve jó módszereket. Például ez a királyi játéktér ötlete, ez nekem a 2014-es Marseille fesztivál látogatásunk alapkor hoztam haza, importáltam, mert ott tényleg... A magyar csoport, az Arba Régia ugróiskoláztatta a gyerekeket, fogócskákat, és nem is kellett konkrétan népi táncra megtanítani a gyerekeket, hanem minden pillanatát élveztük mi is, mint animátorai ennek, és ez úgy látszik, hogy bejött, és egyre többen látogatják ezeket a programjainkat is. Ez az a pont, amikor tényleg beáll a szülő is. Tehát, hogy nyilván, ha ott van a 2-3 éves kisgyerek, aki látszik, hogy menni akar, de szégyellős, akkor be kell állni, nincs mese. Úgyhogy ez, és akkor a szülőket is sikerül egy kicsit megmozgatni. Ez a legjobb ilyen együttjátéknak az egyik eszköze. Akkor kiváló családi programok, népzene minden mennyiségben, néptánc, fesztivál üzemmód pedig augusztus 11-től Gőzerővel. Itt az utolsó etapban mire van még idő, vagy mit kell elvégezni? Hát most biztos, hogy a táncházat díszítgetjük. Volt egy balesetünk is így az esőzések kapcsán, egy nagy beázás, azt próbáljuk meg most kiavítgatni, tűzoltás jelleggel, de mindent megteszünk, úgyhogy az esernyőket éppen most készítik, tehát nyilván nem mi készítjük az esernyőket, de hogy és nem a beázáshoz, hanem az udvarra. Díszítésként, tehát abszolút lányok voltak, virágboltosokkal, partnereket kerestünk, hogy ki az, aki segíteni, díszíteni, meg hát ezeket a helyszíneket tisztázzuk, technikai igényeket. Azért az, hogyha egy könnyűzenői együttes felmegy a színpadra és bedugja a villanygitárt az erősítőbe, az egy könnyű művelet, de amikor idehoznak olyan hangszereket, amit még mi se láttuk életünkben sem, akkor azt ugye elég nehéz beerősíteni, tehát erre rá kell készülni és fel kell készíteni minden kollégánkat, hogy rendben működjön. És hát, mint említette Zsófi is, hogy egy már jól bevált stábbal dolgozunk, most is kolléganőimmel együtt például a logisztikát egyeztettük, minden nap jönnek változások, a csoportok étkeztetésének pontos időpontját, szállításukat, hol öltöznek, meddig tart a programjuk, mikor, hova kell odaérni. Úgyhogy ez, azt igen. Is le kell rendezned, hogy mit tesznek a gyerekeid, amíg te bent vagy a fel. Igen, mit csinál minden. A család, amíg igen, te nem vagy igen, otthon. Otthon locsolják-e a paradicsompalántákat. Nos, hát akkor feladat van bőven. Én sok sikert kívánok nektek, és kitartást az elkövetkező napokhoz. Köszönjük mindenkinek a nevében. És köszönöm, a hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, és várunk mindenkit sok szeretettel. Köszönöm szépen még egyszer, és megyünk tovább, hiszen évről évre hagyományőrző csoportok is rendszeres résztvevői a Székesfehérvári Királyi Napok rendezvény sorozatának. A Magyar Királyi Kartforgatók rendje Székesfehérvári csapat az alapító tagjai Widerman Csaba, Widerman Dominik Szilveszter és Widerman Mátyás Boldizer 2003 óta foglalkoznak történelmi magyar harcművészettel, és 2006. február 17-e óta Magyar Királyi Kartforgatók rendje a hivatalos elnevezésük, őket ismerhetik meg most. Na vigyézek, gyerünk! Lássuk azt a párost! Másfél kezes egyenes lovagi kardokat láthatunk most éppen a vitézek kezeiben villogni.
Nagyon hamar kialakult a győzelem. Nagyon sokat nem lehetett vacakolni. Pillanatok alatt el kellett dönteni egy küzdelemnek a végét. Ifjabb vitézeinknek is teret adunk a megmutatkozásra. Most éppen botharcot láthatunk. Gyerünk, vitézek, keményen! Pörögjön az a bot, járjon az a fegyver! Hegyibe, keményen! Sziporkázzék nékem, mint a vasból lenne! Gyerünk, András, le a lábára is, fejére is! Gyerünk csak, gyerünk! Gyere, Géza, gyere vissza! Ne menekülj el nékem! Rá az Andrásra! Ez az András, nevedhez méltóan! S jöjjön, láncsával két kiváló vitéz! Harmadik páros harcunk vívó láncsákkal fog megtörténni. Kiváló, gyors eszközök, pillanatok alatt meg lehet fordítani, ütni, vágni, döfni, lökni, taszajtani, gáncsolni, mindent lehet vele. Ez az, legények. Ez az, Mátyás. Rajta Zsombor. Csak úgy döndült a háta. Most pedig csatához készülünk. Középkorból, Vasmegyei várcsaták idejéből, amikor németek ellen kellett megharcolni II. András kiváló vitézeinek. Nos, hát nagyon szépen köszönjük ezt a látványos és izgalmas felvezetőt, és csata után egy izgalmas korba András király, II. András korába utazhatunk. Mondhatjuk azt, hogy egy élő történelem órán vehettünk részt. Itt vendégeinkkel, Matúz Jánosra, színházművészeti intendensával, a koronázás dramaturgával, valamint Varga Gabriel a színművésszel. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Szervusztok, köszönjük a meghívást. Köszönjük. Megfelelő volt a ráhangolódás. Igen, dobog a szívem rendesen, igen. Tele voltak energiával, tesztoszterontól túláradó produkció volt, 35 fokban, nem irigylem őket. Nem, és hát egy ízelítőt kaphattunk egy szintén izgalmas korból, hiszen hát a középkorban az ilyen jelenetekben nem volt hiány, mondhatjuk ezt, nem? Hát ugye a korabeli vitézség az vadkaszabolásról szólt. A második felvonás az a felcsereknél volt az átsátorban, az legalább olyan véres mészárlás volt, mint maga a csata.
Ez egy nagyon szép kor volt, mert itt még a személyes virtus, a személyes képesség ember-ember ellen való küzdelemben eldőlt, hogy ki a jobb vitéz. Aki jobban bírta forgatni a kardot, a szekercét, az ólmosbotot, az túlélte a csatát, és hős lehetett. És egy ilyen szertartás játékra való felkészülés kapcsán gondolom, hogy a történelem a nyári szünetben is szervesen jelen volt a mindennapokban. Igen, kaptam egy kis házi feladatot a nyaralásra, de egyáltalán nem bántam. János adott nekem egy pár száz oldalas tanulmányt, hogy ne unatkozzak és fel tudjak készülni, de nagyon izgalmas volt különben. De még talán ennél is izgalmasabb volt, ez egyáltalán nem hagyományos olvasópróbánk, ugye mi minden darabot így kezdünk, és amit az igazgató úr, hát nem tudom hány óra hosszán keresztül, de igen részletgazdagon és tartalmasan egy történelem órát tartott nekünk tulajdonképpen, és nagyon érdeklődéssel hallgattuk, hiszen nyilván ilyenkor az képtelenség, hogy kizárólag csak az adott karakterrel foglalkozzon az ember, hanem hogy egyáltalán hol és mikor vagyunk. És ez az időutazás, amit most egyelőre még fejben, remélem, hogy majd a színpadon is így meg fog szépen jelenni, vagy legalábbis pillanatokra ez megjelenik, ahogy az igazgató úr is mondta, hogy amikor ő is több előadáskor volt, hogy megérezte ennek akár csak a szelét, az biztos egy izgalmas dolog, hogy mi is és hogy is volt akkor. De igazából ennek a tanulmánynak a lényege az volt az érdekes, hogy tehát nagyon nehéz itt pontos képet kapnunk, tehát nagyon sokféle krónikából és mindenféle információból próbálták összetenni konkrétan ugye ezt a nemzetközi hírű merényletet. De egy előadásban mégiscsak muszáj szerintem rendezőnek is, de színészként is valamilyen döntést hozni, hogy most végül is mi történhet, hát azt nem tudjuk pontosan, de hogy mégis a karakter az merre felé visz. Hát most ezt ilyen színészi nyelven mondom, hogy karakter, furcsa ez, mert egy élő szeméről van szó. Úgyhogy nem csak egy írói fantázia, hanem vannak konkrét tények a történelemben. A konkrét tényekre meg mindig odafigyeltek, hiszen azért magának a szertartás játéknak a menetét, a liturgiáját is komoly előtanulmányok előzték meg, igaz, János? Hát ugye nem titok, hogy minden befejezett szertartás játék egyúttal felkérés a következő évi szertartás játékhoz szükséges előmunkákra. Ugye az a csalás, vagy az a furcsa ebben a dologban, hogy mi úgy ülünk itt és beszélünk itt, mintha ez itt és most történne, ezek a figurák, akik azt a színészek színpadon ábrázolnak, ezek közöttünk élnének, a napi életükről beszélgetünk, de hát ez 800 évvel korábban történt. Ne felejtsük el, hogy alig néhány éve írták meg a halotti beszédet, és még az Ómagyar Máriás irodalomnál nem vagyunk, az még nagyjából 80-100 év múlva fog megszületni. Tehát irdatlan történelmi távlatból húsozzuk mi itt fel a színpadra ezt a történetet, és megpróbáljuk azt a kevés információt, ami kikutatható az egyes történetből, a lehető legautentikusabb formában beépíteni egy fikcióba. Egy fikcióba, ugyanakkor egy olyan helyszínen, ahol akkor egy ilyen Európa szerte híres katedrális állt, egy hatalmas monumentális épület, a Szűz Mária Prépostság. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy gondoljátok, vagy gondolja el a közönség azt, hogy jurtákban, földszintes házakban laktak a magyarok jelentős részét Fehérváron körbe, és fölmagasodik körülöttük ez az irdatlan nagy égbetörő nagyboldogasszony bazilika, már abban a formájában is ugye Európa 15 legjelentősebb székesegyháza közé tartozott. Tehát valóban lélegzetelállító volt ez az építmény, amely az ég felé tört, és belépve nem is volt kérdése a beérkezőnek, hogy mi is a dolga. Ez az, amit említettél, hogy ez egy kicsit ilyen lútbőrös élmény a színészeknek is ezen a helyszínen játszani? Hát hogyne, igazából én most kezdek ennek a helynek a szellemével így ismerkedni, de már most így próbák alatt is, főleg amikor beborul az ég, hatalmas szellők kerekednek, és most viccet félretéve, de ilyenkor ugyanúgy egy színész is
elkezd ilyenkor ennek a helynek a szellemével ismerkedni, még akár egy próba alatt is. Tehát azon kívül, hogy most még bármi készen lenne, vagy egyszerűen csak ott állni, vagy egyszerűen elmondani 2-3 mondatot. És hát érdekes nagyon, az biztos. Hogyha már a tanulmányokat említetted, meg a sajátosságokat, akkor az idei történet kapcsán mik a fontos momentumok, amiket kiemelnél, János? Rengeteg van, hát tudom. Én egyet szeretnék kiemelni, aminek Gabi a részben szenved, részben aktív alakja. Ugye ez a legelső olyan koronázásunk idén, 6. alkalommal, amikor 2-ös koronázásról van szó. Eddig mindig az volt a helyzet, hogy egy adott fiatal királyt megkoronáztak, majd később megnősült, a királynét pedig valahol később megkoronázták. Itt most gyakorlatilag egy nős emberről van szó II. András személyében, tehát most előjött a 2-ös koronázás problematikája. És ezzel gyakorlatilag egy 800 éves perpatvar közepébe csöppentünk. A perpatvar két főszereplője, egy belga egyházi ember, Robert püspök, és János érsek, az esztergomi érsek. 2015-ben elérte valahogyan János érsek, hogy II. András II. Feleségét, Jolantát, ő koronázza és kenje föl. Ez egy nagyon ambíciózus Robert nevű veszprémi püspöktől halálos haragot váltott ki. El is futott egészen a Vatikánban a 3. Ince pápához, bepanaszolta ezt a világra szóló botrányt, amikor is éppen azon az évben, novemberben 3. Ince egy zsinatot hívott össze, és zsinat elé hívatta bizony János érseket, hogy mi is történt ott. A két főpap nem tudott megegyezni. Azt mondta János, hogy de facto az esztergomi érseken és koronáz minden királyt. Azt mondta de jure a veszprémi püspök, hogy már pedig Gizella királyné óta, vagyis Szent István felesége óta, bizony-bizony minden magyar királynét a veszprémi püspök szentelt, tehát kent fel és koronázott. Nem tudtak dönteni, és végül is 2016-ban 3. Ince következőképpen döntött. Az esztergomi érsek keni és koronázza az uralkodót, a veszprémi püspök keni és koronázza a királynét. Ha és amennyiben az esztergomi érsek nem él rá, akkor a veszprémi püspök ken és koronáz. Nem lehet tudni pontosan, milyen koronával koronáztak. Volt állítólag, Veszprémben őriztek egy királyné koronát. Adelhaid Szent László felesége óta, és aztán rossz nyelvek szerint II. András hóna alá csapta ezt a koronát, és a Szentföldre menő hadjárat költséget fedezendő elvitte magával, és azon mód a tengeren túl pénzé is tette. Aztán arról szólt, hogy a magyarok nem engedték azt, hogy ne a Szent Koronával koronázzák a királynékat, mert csak az lehet fölkent fő bármilyen nemtől függetlenül, hogyha bizony a Szent Korona az ő fejére kerül valamilyen módon. Tehát később meg az történt, hogy a királyné koronával a veszprémi püspök koronázott, de az esztergomi érseknek a királyné egyik vállához kellett érintenie a magyar Szent Koronát, és akkor az volt hivatalos. Ez volt hivatalos. Így van. Ebben a történetben két dolog biztos, és semmi sem biztos. Az a valószínű, hogy a királynék a koronázási ékszer felségjelvényekből koronát és jogart kapott, más sem, tehát sem kardot, sem gyűrűt, mert hogy a jogar a középkorban a királyné kezében nem azt jelentette, mint a férfiéban, hanem az volt a könyörület, az irgalmasság és az elesettek iránti megbecsülés szimbóluma. Ez egy izgalmas tanulmány, igen, lehetett izgalmas időutazás. Most pont az eszembe jutott ehhez kapcsolódóan, hogy pont most látom a jelentőségét annak, hogy miért emelte ki több tanulmány azt, hogy hogy lehetett, hogy mégis akkor veszett el ez a királyi gyűrű, tehát ez az alapvető szimbólum, amikor a merénylet történt. És akkor ők összekötötték, azt már nem tudom, hogy erre mennyire van bizonyíték, vagy ez egy ilyen spekuláció, hogy akkor valószínűleg, amikor ugye nem volt az országban, és Gertrúdra bízta a kormányzást, akkor bizony ezt az ominózus gyűrűt is neki adta, és valószínűleg akkor történhetett az, hogy ez a nagyon fontos jelkép, ez eltűnt, vagy elveszett akkor.
Igaz, János? Igen, a Róbert püspök nevét azt kérem szépen a közönség egyezze meg a jövő évre, mert az ambiciózus belga jövőre majd esztergomi érsekkel székbe emelkedik, és ő koronázza majd jövőre negyedik Bélát, a vonalapítónkat. De hogyha már Merániai Gertrudot megelmítettük, hiszen ugye őt alakítod majd az idei szertartásjátékon, ő azért egy ilyen nagyon karakán nőként rajzolódik ki nekem, legalábbis addig, amit az eddigi beszélgetésekből megtudhattunk korábbiak folyamán, ő egy eléggé talpra esett karakán nő volt. Hát az biztos, hogy nagyon is, megint nem merek semmit biztosan mondani, de most mondjuk azt, hogy emellett tettük le a voksunkat. Tehát, hogy szerintem nagyon ambiciózus, és én azt gondolom, hogy nagyon hit abban, hogy ők ketten Andrással ezt jól fogják csinálni. Tehát most nem csak az volt a szerepe, bár azt is kiválóan működött, ez nem volt túl elegáns szó, de mint édesanyja, tehát azért 5 gyermeket szült, és azt valóban egyetlenek Rónika sem vitatta, még az ellenségei sem, hogy ebben kiváló volt, és nagyon jó anya volt. Arról hosszas feljegyzés szól különben, hogy amikor 4 évesen Erzsébetet Türingiába, ugye a férjéhez, aki feleségül kérte, elvitték, akkor még a követeket is milyen gazdagon megajándékozta, és az aranykáttól kezdve az ezüst, nem tudom, tehát nagyon gazdag útravalót adott Erzsébetnek. De visszatérve, így van, tehát az kétségtelen, hogy azért az mindenféleképpen, mindenféle ellentmondás ellenére az kirajzolódik. Tehát, hogy szerette a hatalmat, sőt, némelyik tudós még azt is megengedte magának, hogy szerette a pompát, tehát, hogy ennek az hatalomnak a minden előnyét és örömét azt szerette kiélvezni, de ennek ellenére az is, tehát nem csak erről van szó, hanem talán, hogy egy okos, tehát, hogy egy irány nyitó, tehát, hogy még erre képes is volt, tehát nem csak egy ilyen jaj, hagyd legyek én a középpontba, de ráadásul még tehetsége is, vagy képessége volt hozzá. Ez egy különös kombináció egy nőnél szerintem. Sőt, olyannyira, hogy olvastam olyan feljegyzést is, ahol gyakorlatilag azért mondhatni második András ezt el is fogadta. Hát abszolút. Határozott jellemű uralkodónő volt, ezzel ki is verte a biztosítékot. Az alapvetően férfiúi alapon működő Árpádház és az hozzátartozó kíséret és holdudvar között. Együtt ült a trónon második András aranybullában, az oklevelekben őket kettőjüket együtt említették, közös uralkodásuk x és x-edik évében. Ha második András nem volt itthon, akkor a távollétében nem a nádor, hanem ő hozta a döntéseket. Tehát egy nő az erős férfiak között talpik szellemi fegyverben. Nagyon kevés olyan nő van az Árpádházban, aki nadrágot hordott képzeletben. Eddig még csak Ilona királynéről beszéltünk néhány éve, ugye Vak Béla a feleségeként, aki Aradon kardélyre hányatta az ő férjét, mert megvakító felségárulókat. A második ilyen erőteljes személyiség ugye Gertrud, és 13. szeptember 28-án ő is csúnya véget ért. Talán mondhatjuk azt, hogy akkor ők egy ilyen mostani mércével mért jó házasságban élő pár volt, egy ilyen modern házaspár? Hát én azt gondolom, hogy akár, meg amit írtatok, az is számomra ezt sugallja, hogy azért itt beszélhetünk akár szerelemről, akár boldogságról, és akár egy közös irányításról. Hát ennek véget vetettek a magyar főurak, de 8 év után. De én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy ez egy működő, vagy egy igazi házasság volt. Mert azért a bankban ma más rajzolódik ki. Igen, én úgy látom Andrást, hogy ő egy digitális figura, egy analóg korban. Tulajdonképpen ő nagyon-nagyon sok évvel megelőzi a saját korát. Az Árpádházban tulajdonképpen hozzá hasonló lelkületű, habitusú és újító szándékú látnokot nem is nagyon ismerünk. Olyan, mint a szivacs szívja magába a kor áramlatait, rárezeg, ráfigyel mindenre, ami újdonság, a kor európai áramlataival tisztában van, és egy nagyon furcsa, különös félálomban 30 éven keresztül megtartja azt a trónt, amit időnként a sorstársai királyoknak előtt utána csak 3-4-5 évig sikerült, vagy még addig sem.
Mondjuk érdekes talán, hogyha így ide kapcsolódóan, hogy ugye a halála után arról is ugye több tanulmány szólt, hogy vajon miért volt az, hogy ez az egyetlen egy karóba húzatás volt úgymond csak, ugye ez a megtorlás a Gertrúd halála után, hogy ennek politikai oka volt, vagy nem tudták, vagy ugye kiderült, hogy ilyen 10-15 évekkel utána keverték gyanúba Bánk Bánt is, tehát hogy ezek úgy időben elcsúsztak. Hát Bánk Bán még hosszú ideig a királyi udvarnak a része volt. Tehát, hogy most csak a... Hát nyilván ez nem csak szerelemről van ilyenkor szó, csak ugye ez is benne van. Hogy amikor az Ács Feliciát néhány évvel később királyné gyilkosság miatt letartóztatják, és ott igen, csak négy ujját csapják le, akkor az Ács Felicián családját harmad íziglen írtják ki. Négy királynői ujjét. Most el lehet képzelni, hogy egyébként egy királyné komplett lemészárlása és ízmiszlikbe szabdalására elviekben milyen méretű középkori büntetés járt volna. Ehhez képest a törefia Pétert egyedül gyanúsítják ennek az egésznek a főszervezésével, kivitelezésével, őt karóba húzzák, és majd Bánk Bán nevű történelmi alakot majd csak a negyedik Béla fogja teljes mértékben kiiktatni a képből, ami onnantól kezdve, amikor királyá választják. És annak nem találtatok forrást, hogy mi lehetett az oka, amit a Gabi említett az imént? Hát ennek a kis megtorlásnak, nem? Hogy mi volt a titokzatos oka ennek az egész gyilkosságnak, mert igazából ez, amit mi ez az idei szertartás játék egyik legnagyobb, hát félfikciója. Elmondod? Hogy a gyilkosságnak, vagy az, hogy utána igen, miért nem torolták meg? A királygyilkosságot, hogy mi az oka? A királygyilkosságnak? Hát többféle fikció volt, hogy a második Andráshoz is kötötték, hogy az ő trónját akarták, meg stb. De mindegy, de hát nem tudom, te tudsz egy konkrétat? Persze, szerepetel is játszod a szerepet a színpadon, amikor az a helyzet, hogy Imre király gyors halála után a feleség Konstancia elmenekíti a 4 éves kis Lászlót, akit akkor kisebbi királya, harmadik Lászlóban királyá koronáztak, és ugyanabba a Habsburg várban menekül, ahol már a korábban oda száműz, és innen folytasd tovább. Azonnal számúzott Konstancia, fia harmadik László magyar király lett volna az utód, és Lipót várába, Ausztriába tartózkodott mind a két hölgyemény, amikor is váratlanul ez a nem tudom hány éves kisfiú, egyszer csak négy, egyik napról a másikra, ugye ő lett volna a régens királyné Konstancia, és az ő pici fia a magyar király, és ők elmenekültek Magyarországról ide Ausztriába, és ott ebben a várban találkoztak, és az a lényeg, hogy nem tulajdonképpen elég rövid időn belül magas láz elvitte ezt a kisfiút, tehát meghalt. Így aztán a magyar király nem lehetett, és ezután lévén, jött. Így gyakorlatilag András herceg ülébe hult a magyar korona, az ő felesége Gertrúd pedig az ő feleségeként magyar királyné lett. Úgyhogy a mi fikciónk az, hogy ez a gyors halál nem véletlen volt, és egyébként a rendkívül népszerű Imre király hívei egész életükben nem bocsátották meg azt Andráséknak, hogy a kis király meghalt, aki majd felnőve a harmadik László lett volna. Úgyhogy ez a gyors királyné likvidálása, úgy tetszik, ez erre egyfajta magyarázat, hogy itt gyakorlatilag egy bosszú volt egy régen homályos körülmények között tragikusan elhunyt kis király. Sorsa miatt. De azért ez sem bizonyított. Igen. Semmi sem bizonyított. Ez egy fikció, ez egy színházi fikció. Mint mondtam, hogy a tényanyag egy részét számunkra hasznos és színpadi jelenetek szempontjából erős, izgalmas jelenetek beillesztésével próbáljuk meg közelebb hozni a nézőhöz. Aztán ugye Gabi említette, hogy volt egy nagyszabású olvasópróba, ahol Szikora János egy ilyen élő történelem órával kápráztatott el titeket, és hát nyilván megkezdődik a próba időszak, ahol nem lehet elbújni a kíváncsi szempárok előtt, talán nem is kell, hiszen más ez a külső nagy szabadtéri próbafolyamat, ilyenkor betekinthetnek a nézők kvázi a kulisszák mögé. Neked színészként, művészként ez ad-e valami pluszt, vagy érdekes-e ez a helyzet? Megmondom őszintén, én legalábbis, meg azt gondolom, bár mások nevében nem szeretnék beszélni, tehát ilyenkor munka közben már annyira befelé figyel az ember,
hogy igazából nem azt lesem, hogy most éppen öten, vagy kisgyerek, vagy kis, tehát, hogy most éppen kik nézik és látják. Lehet, hogy van egy szünet, és az ember egyszer csak körbenéz. De ugye olyankor annyira elkezd abban a történetben menni szellemileg az ember, hova állunk, én mit mondok, azt miért mondom, és jaj, de izgalmas lenne azt ott megcsinálni. Tehát elkezdődik egy szellemi munka. Engem őszintén nem figyelem, vagy nem zavar, vagy nem foglalkozom bele. Örülök, hogyha ez így érdekes kívülről, az minden esetre nyilván jó. Ez a világ egyik legizgalmasabb színpadi, színházi helyszíne. Én azt gondolom, hogy kevés szakrálisabb hely van szertartásjátékok műfajának megvalósítására, mint most. Engem lenyűgöznek a méretek, és hát lenyűgöz az, ugye én az első perctől kezdve ennek a dolognak a csírájában is ott vagyok, tehát látom, hogy milyen gondolatok mentén indul el egyáltalán a közös gondolkodás, és abból sok-sok körös oda-vissza írogatások mentén hogyan jön létre egy szövegkönyv. Az a szövegkönyv az olvasópróbához képest hogyan alakul a színészek szájában, és hogyan válik utána végleges háromdimenziós történetté. Egészen másféle folyamat zajlik szerintem, mint ahogy mi. Igen, hát most abból igen. A szempontból, hogy benned már van egy vízió, csak nyilván más. Ugye? Hát tehát ő már azért, most hogy is mondjam, lemozisztad ezt az egész történetet, és most nézed, hogy vajon a mi szánkból, a mi fejünkből, nagyon a mi szívünkből az mi történik. Éppen beszéltem a Jánossal, beszéltünk két szót arról most a színházban, futtában, hogy hatodik szertartásjátékra már milyen szellemi biztonsággal mozog az ember, szövegek tekintetében is egy ilyen térben, hogy olyan hosszú a szöveg, ami alatt beír a színész, vagy kiír a színész, ott hangzik el nagyjából olyan sűrűségű jelenet, ahol annak el kell hangzania. Tehát nem nagyon van arra példa, hogy így kihúzunk valamit a szövegkönyvből, és akkor úristen, most mit csináljuk, és akkor a kármentés indul, hogy a másnapi próbát meg lehessen menteni a színésznek. Egyszerűen a dolog nagyon izgalmasan és szellemileg elmélyülten folyik egyik napról a másik. Egyre beljebb és beljebb jutunk a történetben. A rendező pedig, hát szerintem ő lubickol. De ezt majd elmondja ő. És a színész szemszögéből? Hol tart most ez a folyamat? Hol tart? Hát az elején tart ez a folyamat, de azért már kezdek lépéseket tenni befelé. Hát számomra az izgalmas, hogy egyfelől van egy spirituális szertartásjáték, aminek megvan zeneileg, formailag, képileg egy ünnepélyes, egy felemelt, egy fennkölt. És most ugye ezt a János úgy tettétek össze a darabba, hogy nem egy nagy jelenet, hiszen ha jól tudom, ugye ez eredetileg, hogyha ma ezt mondhatom, 3-4 óra hosszás szertartásról beszélünk, tehát ebben minden a felkenéstől kezdve a királyi erekék átadása a többi. Ez most tulajdonképpen ilyen etapokra vagy szeletekre van szedve, és a között zajlanak közben az számomra, hogy én a próbákat néztem, a személyes élettörténetek. Erzsébet gyerekkora, akár a gyerekeitől való elválás, az anyósával való, a szerelmével való történet, stb. Tehát, hogy közben látunk egy személyes történetet, vagy akár András, amikor a saját fiával, ugye, aki még 15 éves, nem tudom, negyedik pélebb a jelenetbe, hogy édesanyámat miért nem toroltad meg? Hát ezt muszáj elmondani. Ugye, hogy azok közben váltják ezeket a személyes szenvedést szálak, ezeket a spirituális helyzeteket. Hát akkor izgalmas időszak van. Igen, és ne felejtsük el, hogy azért ez mégiscsak egy világviszonylag egyedülálló rendezvénysorozat itt Székesfehérváron. Sehol a világon nincs ennek párja, és reméljük, hogy most már a hatodik évben, és innentől kezdve el is jut a hírünk szert a nagyvilágban. Így legyen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok. Köszönjük szépen, már csak szépen. Az égiek kellenek hozzá. Azt hiszem. Igen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, Árt Café Fehérvárra holnap is jelentkezünk, majd innen Székesfehérvár belvárosáról. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra.